Nemzeti emléknapunkon a 175 éve október 6-án kivégzett hőshonvéd tisztjeinkre emlékezünk. Az aradi vértanúk emléknapján fejet hajtunk az 1848-49-es szabadságharc mártírtábornokai és vezetői előtt. Aradon 13 nagyszerű, rendíthetetlen jellemű hős és hazafi élete ért véget. Az osztrák minisztertanács határozatának következtében összesen mintegy 170 főt végeztek ki. 1500 elítélt került börtönbe, 40-50 ezer embert kényszersorozás vittek el, és több ezre menekültek emigrációba. Pécset vasárnap az aradi vértanúk útján lévő tábornokok szobrai előtt a vármegye vezetői, különböző pártok és társadalmi szervezetek emlékeztek az áldozatokra. Nemzeti gyásznapon érdemes felelevenítenünk az aradi kivégzett hősi halált halt honvéd tábornokok hősies helytállása mellett azt is, amire pécsiként büszkék lehetünk, hogy Dévényi Sándor, Kossuth Díjas építész, kedves barátjával Kisdelekti István építésszel együtt már a kommunizmus utolsó éveiben, a 80-as években elhatározták azt, hogy szeretnének egy emlékhelyet létrehozni itt Pécs városában, és ez az elhatározás kitartó lelkesedéssel párosult, amelynek az eredményeként a rendszerváltás hajnalán 1991 és 97 között sikerült egy olyan civil összefogást megalkotni itt Pécsen, amely létrehozta azt a nemzeti emlékhelyet, amely egy teljes emlékhelyé vált, és amely az 1890-ben Aradon átadott szabadság szoboron kívül nincsen Magyarországon és a Kárpát-medencében. Pécset jött létre az első ilyen emlékhely, amely méltó helyszínéül szolgál a megemlékezéseknek a történelmi belvárosban. És szolgálja azt is, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan pont, egy olyan sétány itt a történelmi belvárosba, ahol az utánunk következő nemzedék is, a gyermekek, a mi gyermekeink és a mi unokáink is majd ki tudnak jönni a nemzeti gyásznaphoz kapcsolódóan tanórák keretében, és bizony föl tudják idézni az aradi tábornokok hősies helytállását, és meg tudnak fogalmazni olyan üzenetet, amely mind a mai napig aktuális. Én az ünnepi beszédemben Kölcseit idéztem, és arra hívtam fel a hallgatóság figyelmét, hogy mindannyiunknak megvan a felelőssége, nekem is három gyermekes édesapaként, hogy átadjam azt az üzenetet a gyermekeimnek, hogy mit jelent, hogy a haza minden előtt. Milyennek a szó, milyennek a mondatnak a jelentése, és hogyan kell élni, hogyan tudunk viselkedni, hogy méltóak legyünk azokhoz a hősökhöz, akik több ezren, több tízezren az életüket adták a hazáért, nem csak 48-49-ben, hanem később 1956-ban is. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárboszra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.